Palánki Gábor, Gyulai ZRT Tamás erdészetének a vezetője. Itt állunk egy térkép mellett, éppen a gyulai vadász területeket mutatja. A dám hol található itt a környéken? A gyulai dám élőhelye és a névadó területe az a Tamási Gyulai közti erdőtömb. Ez itt egy szép zöld terület ezen a térképen. Igen, ez egy összefüggő, nagyjából 7600 hektáros vadász terület, amelynek olyan 90%-a erdő. Ez az erdőterület, ez több községhatárban található, de magának az erdőtömbnek a nagy része az Gyulai község határban található. Itt voltak azok a tradicionális varcogó helyek, ahol ezeket a híres bikákat elejtették. Ugye a gyulai dám maga, mondhatjuk, hogy a világon egyedülálló genetikával rendelkezik trófa minőség szempontjából. 1937-től, amióta egyáltalán világranglistája van a Nemzetközi Vadvédelmi Tanácsnak, egészen 1992-ig, amíg az első úti világrekord elesett, csak gyulai bikák álltak a világranglista élén. Hát ez hogy lehet, hogy pont itt Tolna megyében élnek ezek a hatalmas állatok? Úgy gondoljuk, hogy a mai dámállomány a törökkor utáni vadaskerti telepítésekből származnak. Nagyon jól elkülönült, jól beazonosítható agancsformákkal rendelkeztek. Én ezt annak tudom be, hogy véletlenül nagyon kis számú egyedtől indult maga a telepítés, ezért állandósultak bizonyos agancsformák, és a gyulai agancs, ez itt élő dámnak egy nagyon jó minőségű, nagyon szép, impozáns agancsformája állandósult, amit ezek a világrekordok is mutattak. Milyen a gyulai dám? Mekkora? Hogy néz ki? Milyen a trófeája? A gyulai dám harmonikus agancs felépítésű dám. A pontozási rendszerekben mindenhol előnyt élvez ez a nagyon impozáns, szép, viszonylag egyenes szárral rendelkező, ha oldalról nézzük, akkor nem egy erősen hajlított szárú dámról van szó. A lapát minden esetben hosszú, szép, kitelt, arányos. Ha szemből nézzük, akkor kehelyszerű kontúrjai vannak az agancsnak, és ami nagyon jellegzetes a gyulai dámra minden esetben, és itt is lehet látni, hogy gyakorlatilag a lapát eleje behajlik, és szemből is ad egyfajta kiterjedést a lapátnak. Impozáns látvány, ez kétségtelen. De azt gondolom, hogy akkor ezt használják is a barcogáskor. Barcogáskor, ugye a párzási időszakát a dámnak barcogásnak nevezzük, a jellegzetes hangot ad a bika ebben az időszakban. Ez egy minden évben megújuló fegyver, amelyik azon kívül, hogy a rangsor kivívására szolgál, mint eszköz, azon kívül a méretével és a megjelenésével egyben jelzi is a rangsorban elfoglalt helyet. Ez a trófea itt az ön irodájának falán honnan való? Én is vadászom, ez egy általam elejtett bika trófeája. Mekkora maga az állat? Nagyjából az egy mázsa körüli élősúlyon lehet számolni. És maga a trófea hány kiló? Az igazán kapitálisakat azt 5 kilótól tartjuk nyilván. Éves szinten mostanra egy 80 és 100 közötti dámbikát lövünk. Itt Tamásiban sok minden szól a dámról. Gondolom közel áll a szívükhöz. Igen, hát természetesen, hogy vadászati tradíciók köthetők ide. Ez a terület adott otthont a híres ozorai nagyvadászatoknak, amikről nagyon jó leírást találhatunk Festetics Leó tollából. Eszterházi hídbizamány része volt ez a terület. Bár Ozorán volt a gazdasági központ, de a maga a vadászat Tamási térségében és Gyulai térségében történt. Tamásiban található az a kis eszterházi kastély, amit semmi másra, csak is ezeknek a vadászatoknak szolgálására építetett Eszterházi Miklós. Az ozorai nagyvadászatok 3-4-5 napig tartottak, 10-14 ezer ember összehangolt munkájának a gyümölcseként történt több hetes terelés után maga a vadászat.